Bejelentést tett a rendőrségre egy Jászberényi tanya idős lakója, hogy valaki belőtte a háza két ablakát még előző este. Tudtuk meg a Jászhegyszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtó jeletétől. Este 10 és 11 között egy hatalmas nagy csattanás, tudja mikor, beverik az ablakot. Hát itt állta, le is húztam ágyneműt mindenkel, a szilánkok. Na, az semmi. Hát én nem mertem kijönni, megmondom őszintén. Hát mondom, lehet, hogyha kimennék körülnézni, akkor még belőlne, vagy nem tud, nem is kapcsoltam. Hanem hallom, hogy ott az a szobát én használom. Lekapcsoltam a tévét, megint hallom, puff, puff. De az nem volt olyan nagy az. Ez rettenetes volt. Valóban, mikor betörik az üveget, és na hát én reggel gyorsan mentem a kazánhoz, hogy nem-e ott van baj. Nem volt. Jöttem ide a szobába, felhúzom a redőnyt, gondolhatja. Hát felhívtam a 112-t, és kijöttek a rendőrök, a gyomozók, mindent fölvettek. De az éjjel nem sokat aludtam, higgyel. Az a félelem, hogy nem is igaz, hogy én, mert nagyon nagy mellénye van az embernek. Azt mondja, hogy ő neki, itt vannak a rendőrök a kezibe. Én mehetnék akárhova, mert én már mondtam neki, hogy én már elmegyek az önkormányzathoz, és valami segítséget kérek. Hát az van, hogy az öregekkel törődnek. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és egy órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható helyi férfit a Jászberényi rendőrkapitányságra állították elő. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folyamatban van gyanúsítotti kihallgatása. A rendőrök igazságügyi fegyverszakértő bevonásával vizsgálják az eset körülményeit. Az esemény során személyi sérülés nem történt.